Most pedig hölgyeim és uraim, következik az a nagy Kartágó dal, sláger, himnusz, amely az első nagy áttörése volt a Kartágónak és jó magamnak is, hiszen ez volt az első dal, ami ifjú titánként lemezre énekelhettem. Azóta is egy kedvenc, arról, hogy sose felejtsük el, honnan jöttünk. És arról is se feledkezzük el, hogy utunk végén, hol fogunk landolni. Apáink útján! Vizsgáljuk furcsán két kezünk, ezen éven át megtartunk már, milyen jó a szív és a száj, de még nem tudjuk, még nem értjük hová. Yeah.
bizony szeretünk nektek muzsikálni, mert gyönyörű történelmi falak között. Jól esik ez a sok bíztatás is, szeretet is. És bizony fontos, hogy fontosak vagytok nekünk, és fontos, hogy ne felejtsük, honnan jöttünk. Mert pedig hányszor próbáltak eltéríteni minket, hogy ne legyünk többé magyarok, települjünk valahova más szerencsésebb országba. Mások mondták, hogy hagyjuk ezt a rockzenét, kinek kell ma már rockzene, zenét ma már kompjúterrel készítik. Legutóbb arra próbálták föl ajánlani, hogy esetleg átoperáltathatom maga más neművé. Mert milyen a nézés ennek a járnak? Igen, irigykedtek, szerintem irigykedtek, hogy még mindig a csillog a hölgyek szeme, hát ha lenisszantatom és nemet váltok, akkor majd divatos sávó leszek. Hát hölgyeim és uraim, rövid a válaszunk, maradunk magyarok, maradunk magyar rockzenekar, és maradunk férfiak. És ti pedig asszonyok és lányok, maradjatok lányok és asszonyok, ahogy az Úr megteremtett minket. Rövidebben is el tudjuk mondani, körülbelül 6,5 percben. Yeah.
földet szívünk, forró délután, eltévedt végre az élet útja. Eltévedt fiú, olyan mint bármely, szerette az életét és az álmait. Elindult ő a vélek útján, elhitte az álmok furcsa hangját, csalódva szív. Bizony ő volt a fiú, akit csak a koncertekről ismertünk, de azóta az egész életét megismerhetjük legalábbis, ami kiderült róla, hiszen a Cseng egy csodálatos könyvet írt fiúról, aki annak idején meghalt. Ott a Cseng, gyere föl, Cseng, mutasd meg a könyvedet. Lehet, hogy akkor született, de kinyomozott mindent, jó? Ott a Cseng, a könyv írója. Ezzel búcsúztunk volna is, de nem engedhetünk senkit haza, szomorúan. Menjetek haza, táradalatban benne van a feltámadás ígérete, ugye? Én úgy olvastam, a trombiták fognak szólni, de lehet, hogy elefántok is fognak tülkölni az úr dicsőségére. De hát, hölgyeim és uraim, mint hallottátok, reményteljes tekintetünket mindig a boldog jövőbe vetjük. Erről fog szólni az a dal, amelyet a négyes számú énekes géniusz fog elénekelni, Szigeti Feri, de előtte néhány szót szól hozzátok, Guido Fali Attila! Hát akkor, hogy körülnézek, csodálatosak vagytok, és továbbra is, jó estét, Budapest! Na, a lényeg az, hogy láthatjátok 38 éve ez az őrületes arckérencében. Nem egyszerű dolog, de reméljük, hogy még 38 évig ugyanígy együtt egészségben, szeretetben, megértésben, és nagyon jó nótákat fogunk meg nektek a közeljövőben elővarázsolni, és hamarosan találkozunk mindenhol, mindenütt. És tényleg már csak annyi marad, szeretném megköszönni nektek, hogy eljöttetek,
Köszönjük a szervezőknek, tovább kedvesen szervezőnek, hogy ránk gondoltak, hogy ezen a csodálatos szombaton így együtt töltessük ezt a csodálatos estét. Hatalmas köszönet nektek, még egyszer, és minden idő egy hatalmas hír! Köszönet a technikának, egyszerűen tényleg nem tudok más mondani, milyen csodálatos környezetben, ezt a Jóisten így akarta, hogy így együtt legyünk. Annyi maradt hátra, hogy bemutassam nektek a 38 éve együtt működő, fantasztikus, gyöbörgő csapatot. 38 éve a Kártyáról basszus gitárosa, kivasszerű, Kizoltán Zero! Köszönjük szépen! 38 éve! Hátul a doboznál a pacsirta hangú! Kocsáli Mikó! Köszönjük szépen! Gyere velünk, gyere! Hát aki volt már Kártyáról, tudjátok, hogy mi fog következni? Csak ne jöttem. Hát kérem szépen, 979-2017, 38 éve kitalálta, és a mai napig is, hála a Jóistennek, itt vagyunk, Ferinek köszönhető. Csak annyit mondok, a Kártyáról főnöke, gitárosa, Sör Zsigeti Fere! Thank you.
Thank you.